Kossik Anita színművész érzelemdús énekével kezdődött a Mi lenne veled nélkülem című könyv bemutatója. Megrázó, de hétköznapi történeteken keresztül mutatja be a kötet a bántalmazó kapcsolatok elszigetelt világát. Bocskai Magda és Pokrovenszki Gergely szerzőpáros célja az volt, hogy szakértők segítségével mutassák meg, van kiút a reménytelennek hitt élethelyzetekből. Kossik Anita az elkészült hangos könyvhöz kölcsönözte a hangját. Ha esetleg csak egy fülest tud betenni valaki, és úgy tudja végighallgatni a sztorikat, akkor neki is, vagy őt se zárjuk ki. Úgyhogy minél több emberhez szerettük volna eljuttatni ezeket a történeteket. Bocskai Magda szerkesztő műsorvezető, a könyv egyik szerzője kiemelte, a történetek feldolgozáson keresztül arra szeretett volna rávilágítani, hogy az ilyen kapcsolattól nagyon nehezen lehet megszabadulni, de van kiút a reménytelen élethelyzetekből. Én szabad kezet kaptam, és mivel maga az irodalom, a szép irodalom, az írás, az mindig is az életem része volt, bár a életem nagy könyvére még készülök, úgyhogy ez csak egy ilyen előtanulmány. Azt gondoltam, hogy ez ne legyen interjúkötet, hanem legyenek inkább ilyen kis monológok, mert legalábbis az én véleményem az, hogy amikor ezt olvasod, akkor sokkal inkább bele tudsz bújni az áldozatok bőrébe. Lehet, hogy ettől ez nem olyan könnyű olvasmány, és lehet, hogy egy nap csak egyet tudsz elolvasni, tehát eléggé megvisel majd. Hát viszont nekem így tetszett, szóval, és Gergő tényleg abszolút bizalmat szavazott. Pokrovenszki Gergely interjúkat készítette a bántalmazó kapcsolatok áldozataival. Olyan emberi történetek rajzolódtak ki előtte, amelyekben sokszor évekig, évtizedekig szenvednek a bántalmazott felek. A beszélgetés célja nem csak a történetek feltárása volt, hanem a lélektani krízisek megértése annak érdekében, hogy a segítségnyújtás időben tudjon érkezni. Rengeteg interjút készítettem én is az elmúlt 20 év alatt, és ezek a hölgyek egy-egy interjú után megnyíltak, elmondták, hogy milyen nehézségeik vannak, milyen fájdalmaik vannak, megosztották velem bizalmasan az életüket, és azt mondták, hogy ha gondolom, nyugodtan meg is írhatom, név nélkül ők vállalják. Számukra egyfajta terápia volt, elmondták, hogy elnyilatkoztattak ebben a könyvben, és segíteni szeretnének. A második vonal pedig ez volt, hogy azért mondták el ezeket név nélkül, hogy a hasonló helyzetben lévő nőknek és esetleg uraknak segítsenek, és ez egy komoly társadalmi probléma. A Mi lenne veled nélkülem című könyv olyan társadalmi problémára világít rá, amely az otthon falai mögött zajlik láthatatlanul. A kötet szerzői az áldozatok segítségkérésében, a környezet számára pedig a segítségnyújtásban szeretnének segíteni.